Köszöntöm nézőinket, Önök a Pannon Televízió közéleti magazinját látják. Műsorunkban gazdasági, kulturális, sport, illetve közéleti témákkal várjuk Önöket. Tartsanak velünk, lássuk, miről szól ma a fáma. Nem csak egy zenei műfaj, hanem életstílus, ami magában foglalja a zenét, az öltözködést és a szlenget. Ez a hip-hop. Most bemutatunk Önöknek két pécsi fiatalt, akik zenéjükkel akarják magukat megmutatni a nagyvilágnak. Hidd el nekem, ott leszek veled, hogyha ránk szakad majd a szél. Mikor az összes rosszat elfújja innen messzire a szél. Sokszor én is azt érzem, hogy ellenem van az egész világ, de próbálok előre nézni, hogy elmúljon minden, ami fáj. Freddy a dupla, polgári nevén Tomisa Dániel és Horváth Géza alias Giza. Két pécsi fiatal, akik külön-külön és együtt is próbálnak valami olyasmit alkotni, hogy felfigyeljen rájuk a nagyvilág. Nem szerettünk tanulni. Nem, igazából általános iskolába jött képbe a zene nálunk. Így van? Ez így van. Ez így van. Minden végben ott van a kezdet, telnek az idők és múlnak a percek, a szürke napokba túl sok az emlék, remélem áttölellek egyszer még. Külön kezdték a zenélést, igazán 2009 óta alkotnak egy csapatot. 2009-ben érkeztünk el arra a pontra, hogy mert addig még nem volt fellépés, ilyen egy-két ilyen elvétve történt iskolai, meg te hol léptél föl a Zolikának a... Ilyen Thai box gálákon, meg stb. Ilyen bevonuló zenéket csináltam, aztán az volt egy-kettő, de ez semmi komoly, nem mondható. Igen, és akkor jött egy nagy összeállás, és akkor csináltunk egy nagy fellépést az IH-ba. És akkor innentől kezdve kezdtünk el közösen is zenélni, szólóba is, és így tovább, mint máig. Isten könnyesen elég, hogy elmossa a rosszat. Nincs olyan ki igazsággal a baklival osztat. A lapokban a szerencse, forgandóban maradsz. Még ki nem törsz a sorból, mint a sok táblán a paraszt. Te csak fogd fel a kezedet, ha az élet rossz irányba vezetett. Benten az élettől, amitől elvett, amit nem adott vissza, pedig kellett. Fújj el a szél a szemedből a környeket, hogy egyszer jobb legyen. Nem kell sikerül utatra állj. Fújj el a szél a rosszat, meg szemped is rosszat, hogy húlja magas a szám. A fiúk azt mondják, először születik meg a téma, aztán arra fogalmazzák meg a dalszövegeket, igen szókimondóan. Erős kritikát fogalmaznak meg a rendszerről, az életről, a mai fiatalok kilátástalan helyzetéről, és mindenről, amivel nap mint nap nem csak itt Pécset, hanem Magyarországon szembesülnek. Manapság nem a kóla már a legtrendibb gázszer. Itt olyan szar a helyzet, hogy a holnapig se látsz el. A fiók vagyulnak, a hülye sárga csekek. Az ország 80%-a velünk együtt szenved. Te azért sűsz meg innen az utcán, a hidegbe fázol. Mi azért sűr, mert nincs a zsebében egy ötös iPhone. Én azért sírok, mert hiába hallgat egy egész ország. Nekem is csak abonta az alap segít hozzá. Megoldják minden nap az ember kedvét. Hiába az átszó, úgyis lekopik a festét. Egy olyan országban élünk, hol nem lehetnek álmok. Évek óta sült ránk egy nagyon sötét át. Ez a rap, ez igazából erről szól. Mindenről meg kell mondani a véleményt, a saját véleményünket. Úgyhogy amúgy szégyenlősebb. A fiúk több saját és közös fellépésen is túl vannak már, sőt 2011-ben már két szólólemezük is megjelent. A következő nagy álom, hogy a rádiók is játsszák a zenéjüket, még több fülhöz eljusson a mondani valójuk. Jövőre pedig a közös lemezt tervezik. Nyilván az a cél, hogy szeretnénk, hogy egy kicsit így nagyobb közekhez eljutna a zenénk, például mondjuk a rádió, mondjuk a tévét azt már nem is mondom, mert igazából a zenecsatornák azok nincsenek. Ez egy ilyen relatív dolog. Szólókarrier, és néha így összetalálkozunk. És hát most készül is valószínűleg egy közös lemez, de már olyan régóta érik ez a dolog, hogy most már meg kéne csinálnunk, hogy most jövőre szerintem célba érve. Sokszor én is azt érzem, hogy ellenem van az egész világ, de próbálok előre nézni, hogy elmúljon minden, ami fáj. Így el nekem, ott leszek veled, hogyha ránk szakad majd a szél. Mikor az összes rosszat elfújja innen messzire a szél. Sokszor én is azt érzem, hogy ellenem van az egész világ, de próbálok előre nézni, hogy elmúljon minden, ami fáj.
Veterán autók lepték el a belvárost a Pécsi Napok egyik programjaként. Az autócsodákat a 20. Nemzetközi Veterán Gépjármű Találkozó alkalmával lehetett megtekinteni 3 napon át, szeptember 12-től 14-ig, parád és felvonulás közepette. Hat országból 75 darab veterán autó vonult fel a Tudásközponttól a Nagylajos Király útján át, fel az Irgalmasok útján a Széchenyi térre, innen pedig tovább a Sétatérre. Ez volt az útirány, és közben megálltak a gépek, hogy a járókelők megcsodálják őket. Európából, a környező országokból, de Németországból is érkeztek gépkocsik. Amerikából ugyan nem, de amerikai autó is begördült a találkozóra. Ez a rover például Szombathelyről érkezett, 1960-as, P4-es, 100-as, 2500 köbcentis, 104 lóerős, gyönyörű szép angol típus. 500 darab balkormányosat és 16 000 jobbkormányosat gyártottak belőle, mondja gazdája. Néhány évvel ezelőtt kezdődött egy polski Fiat 125-ösel, és hát ez a második. Ez egy szerelem tulajdonképpen. Mi a jó benne? Szépítgetni, csiszolgatni? Mi a jó benne? Minden tulajdonképpen, amíg elkészül, az is egy nagyon, nagyon érdekes dolog, és hát utána használni is, tehát és jó érzés, amikor az ember után néznek egy ilyen autónak, mert ez azért előfordul. Akkor elmondhatod, hogy nem csak a kiállításokra, az ünnepekre vonulnak fel vele, hanem akár itt családilag is utazgatnak, jönnek, mennek? Azt mondom, hogy ez egy vasárnapi autó, a polski most átmegy szombati autónak, úgyhogy hétvégeken azért szoktuk használni családian, és így igaz. Ez az autó 45 éve van a birtokában ennek a nasicei embernek. A helyi klubjuk kiváló kapcsolatot ápol a pécsiekkel, ezért is jönnek szívesen Pécsre. Ez az autó a legidősebb Horvátországban, 1917-es gyártmány. Két széria létezik belőle, a horvát televízióban be is mutatták. Nekem még 3 autóm van otthon, összesen 5 darabot tartok. Bérbe szoktam adni filmforgatásokhoz. Mivel autókarosszéria alakatos a szakmám, ezért kiválóan karban tudom tartani őket. Több mint 40 éve a veterán autóknak hódolok, szeretek foglalkozni velük és gyönyörködni is bennük. Úgy érzem, jó és hasznos hobbit választottam. Egybefort velem, és mindig szép élményeket gyűjtök általuk. Ez egy Morris Minor típusú autó. Fluk István 60. születésnapjára kapta fiától. A felújítás már ő rá várt. Eredetileg autószerelő volt, így profi kezekbe került a kis Morris. Költeni is kellett rá bőven, de még van alkatrész, különböző forrásokból, ha nehezen is, de megszerezhető, és 2 évig tartott neki a felújítása. Mennyibe került a felújítása? Milliós nagyságra. Használja a hétköznapokban is? Szinte minden nap. Én amikor megcsináltam az autót, azt kértem a szakembertől, lakatostól, hogy úgy csinálja, hogy ez nem kiállításokra jár. Én nem azt szeretném, hogy az unokáimnak majd megmutatjuk, hogy van ilyen autó a garázsba, hanem napi használatban van szinte, ha nem is minden nap, de ha jó idő van, szombat, vasárnap biztos, és hétközben is. Nem meglepetés, ha egyszer ebben ülök bele, és nem a másik kocsiba. A 20 éves évforduló azt jelenti, hogy 20 éven át a Pécsi Napokhoz kapcsolódóan megtartották a Nemzetközi Veterán Gépjármű Találkozót. 14 éven át a Magyar Autóklub főtámogatásával, majd a Pécsi Veterán Klubok szervezésében valósult meg az autók felvonulása, bemutatása. Ez a 20. alkalom új dolgokat is jelent, mondja Varga Lászlóné, a Mecsek Oldtimer Egyesület alelnöke. Azért új, mert van egy váltás, hisz a veterán klubok azok, akik fölkarolták. Másrészt pedig azért, mert tulajdonképpen megpróbáltuk a régi nevezőket. Van olyan nevezőnk, aki az elsőn is itt volt, Héder Gyula Budapestről, szenzációsan érdekes volt beszélni velük, és csináltunk egy olyan CD-lemezt is, amelyet a dr. Hattos Árpád csinált, egy régi oszlopos tagunk a 20 év eseményeinek válogatásából. Tehát a 20. jubileumi megemlékezést egy kicsit ünnepélyesebbé, egy kicsit más jellegűvé szerettük volna tenni azzal, hogy legyen folytatása, hogy igazán emlékezetes legyen egy igazi születésnapi megemlékezés.
Lecsengőben van a gímszarvasnász a mecsekben, napok óta egyre gyengébb a bőgés. A szakemberek elégedettek az idei szezonnal, a csapadékos időjárás miatt még most is bőven talál magának táplálékot a vad. Szeptember 20-án estére szervezett túrát is indított a Mecsekerdő ZRT Sasrétre, hogy az érdeklődők testközelből is meghallgathassák a gímbikák nászát. Napfelkelte előtt csendes a szeptemberi erdő, olyan csendes, hogy egy kívülállónak fel sem tűnik, hogy a vadászt idén egyik legfontosabb eseménye zajlik éppen. A több heti esőzés nem könnyíti meg a dolgunkat, terepjáróval mégis hangtalanul kell eljutnunk a domináns bikához, hogy megfigyelhessük a gímszarvasok nászát. Lent a völgyben négy fiatal bika verseng a tehenekért, ezzel a hanggal figyelmeztetik egymást. Erről a vadászlesről tudjuk csak őket lencse végre kapni. Nem mehetünk közelebb, akkor ugyanis a domináns hím már megérezné a szagunkat. A szarvasnás csak nem egy hónapig tart, minden bika igényt tart a nőstényekből álló háremre, ezt jelzik a bőgéssel. Ebben a csapatban most senki nem rúghat labdába, a fiatal, még erőtlen hímeket könnyen elkergeti a jóval erősebb, tapasztaltabb bika. A hárem előző este sötétedéskor jött ki a völgybe legelni, az első napsugarakkal pedig vissza is vonulnak a sűrűbe. Igazából szeptember a szarvasnász időszaka, a vadász évad egyik legszebb hónapja. Igen, jelenleg a mecsekben egyes területeken már lecsengőben van, ez azt jelenti, hogy lassan vége a szarvasbőgésnek, nyugovóra térnek a bikák és kipihenik a bőgés fáradalmait. Igazából azt kell erről az időszakról tudni, hogy szeptember 1-én kezdődik a gímbika vadászata, golyóérett, illetve a fiatal és középkorú korosztályban selejt agancsú nem kívánatos agancs növekedésű bikákat ejtjük el vadász vendégeink segítségével. A bőgés aktivitását az időjárás nagyban befolyásolja, a sok csapadék miatt bőven van tápláléka a vadnak, ezért elégedettek a szakemberek az idei szezonnal. Mint sok helyen máshol, a Mecsekerdő ZRT vadászterületein is erdőlátogatási tilalom került elrendelésre szeptember 1-től szeptember 30-ig. Arra kérjük a tisztelt erdőlátogatókat, hogy délután 5 órától, másnap reggel 8 óráig ne látogassák az erdőt, elsősorban ugye biztonsági szempontokból, másodszorban pedig egy óriási gazdasági értéket képvisel az az elejtett szarvasbika, amit általában a külföldi vadász vendégek ejtenek el. Bár a mecsek még most is tele van gombával, az erdőlátogatási tilalom a gombázókra is vonatkozik. A gímszarvas bőgés után október elején a dámszarvasok is elkezdik a nászukat, helyenként már hallani is lehet a hangoló dámbikák jellegzetes barcogását. Egészséges élelmiszer, egyenlő egészséges vállalkozás címmel tartottak bemutatót az i4Food projekt keretében csütörtökön a Gerepincészetnél. A borászat évek óta foglalkozik szőlőmagola és örlemény elkészítésével. Az i4Food célja, hogy a világon a lehető legjobb egészséges étkezéssel kapcsolatos gyakorlatokat összegyűjtse és bemutassa. Rekeszegben szárad a szőlőhéj a Villányi Gerepincészet udvarán. A szőlőmag óla és szőlőmag liszt újdonságnak számít Baranya megyében. Ezek elkészültét mutatta be a nagy érdeműnek a napokban Gere Attila, a pincészet tulajdonosa. Minden zsár, miután az egalizálást megcsináltuk, ugyanolyan tartalommal rendelkezik, tehát össze van keverve egységesen minden. Tehát ide bejön, itt lefolyik a mag. Nem tudjuk úgy kirostálni, hogy ne legyen benne egy kis plusz héj, vagy ugye, amit leszed. Én még azt hittem, hogy a hántológép, mert ez egy hántológép, hogy majd lehántolja a magot. Ez nem olyan, mint a buza. Mi azt hittük, hogy kell a hántoló. Itt ennek olyan vastag héja van, 1 milliméter körülbelül a vastagsága a héjának, amit egyébként nem is tudunk megdarálni, tehát megőrülni a finom őrlővel. Itt gyakorlatilag most csak azt csinálja, hogy amit a ilyenkor, amikor nyers állapotban van kint, amikor kirostáljuk, akkor mindig marad benne egy kis plusz héj, meg hát ilyen mindenféle más, csak és nem mag. Na ez a vákummal, mert ugye ez úgy működik, hogy egy kicsit lehántolja egyébként a buzát, és elszívja azt, amit lehántolt. Vagy ami benne van ilyen léha, vagy nem tudom mi, azt elszívja. Lényeg az, hogy ide már, ide nekünk, ebbe a
klubban, az tartályokban, ide belekerül a szép, tiszta mag. A korpa része az pedig ott gyűjtődik, és akkor belerakjuk ezekbe a műanyagokba, azt pedig, azt is hasznosítjuk, de azt meg elviszi a barátom, akinek van egy sertéstelepe. És kevesebb gyógyszert kell neki adni a sertéseknek. Tehát itt van a kész mag. Innen pedig átkerül a présbe. Gyakorlatilag ott kinyitjuk a csapot, és akkor folyamatosan megy a préselés. Az olaj ide, ebbe a kis segítségbe, gyűjtőbe belekerül, van egy cső, ide lehozza az olajat, ugye akkor ez eléggé zavaros, vagyok már nem, nyilván nem nagyon tisztán nem tud préselni, és akkor belekerül, ilyen zsákszűrőink vannak. Mindegy, a zsák, körülbelül 10 literes zsák, úgy kell elképzelni, ami hogy nagyjából megszűri először, mert azért ez elég melegen jön ki. Azért ez 300 atmoszférával préselve. Az egész mag, tehát nincs megdarálva a mag, egészben van a mag, és úgy van kipréselve. És a présnek gyakorlatilag egyébként ugyanúgy működik, mint a húsdaráló. Csak nem 5 lukon jön ki a hús, hanem itt középen van egy luk, amikor egy 1 centi átmérőjű egy pelet jön ki, amit aztán ezek a szerkezetek, ezek itt vissza vannak hajtva, és ez a, viszont a hajtva elkezd pörögni, és a kések vannak ebben, a 5 kés van rajta, és ahogy jön ki a pelet, úgy összedarabolja. Utána pedig vákummal ezen a csövön előre van víve a durva darálóba, az olyan, mint egy naturális kukoricadaráló, ugyanúgy működik. Velemi aztán jól összedarálja. Az olaj gyakorlatilag ezzel itt készen van, annyi, hogy háromszor szűrjük át, mire szép, tiszta lesz az olaj is már panaszkozható állapotban kerül. A szőlőmag olaj és liszt egyrészt egészséges élelmiszer, mely pozitívan befolyásolja az emberi egészséget, kiválóan alkalmas keringési és daganatos betegségek, valamint a leukémia megelőzésére. Másrészt az alkalmazott technológia révén szükségessé teszi üzleti alapú együttműködést az egyetemi kutatóhelyekkel, harmadrészt pedig elősegíti egy speciális élelmiszeripari rés megcélozását Magyarországon és külföldön egyaránt. Nagyon szertágazó a hatása. Ennek már azért most több visszaigazolt, konkrétan visszaigazolt hatása van. A saját cégünk át lett világítva egészségügyi szempontból, és akkor a 28 ember utána vissza lettek kontrollálva, és a szabadgyök számok, az ellenálló képesség növekedett, a szabadgyök szám csökkent. Fél év elteltével a legrosszabb eredménnyel rendelkező dolgozónk is bekerült a megfelelő tartományba. A szőlőmagolajnak a vérhigító hatása, vérnyomás csökkentő hatása igazolódott be, ugyanilyen a cégnél való átvilágítás is a próba, tehát a kontroll során kiderültek ezek a dolgok. Most például pillanat a koleszterin, mert úgy vettük észre, hogy 2 hónap után nem, de 4 hónap elteltével a koleszterin is elkezdett csökkenni a dolgozóknál, úgyhogy eléggé szertágazó hatása van. Ugye itt most említettem a vérnyomást, a trombocita számok, tehát a vérhigító hatás, akkor a koleszterin csökkentő hatása, a szabadgyök szám csökkentő, ellenálló képesség növelése. Én azt mondom azért még mindig, hogy azért ez elsősorban preventív hatása van. De ha baj van, egy bizonyos szint alatt van nyilván, ha már elmete szint felé, akkor már valószínű a szőlőmag sem segít. A szőlőmag mikroőrlemény vagy az olaj, valószínű már sem fog segíteni. De hogy óriási olyan szempontból, hogy megerősíti a szervezetünket, mert nem eszünk olyan ételeket, ami tele volna ásványi anyagokkal. Sajnos már rengeteg művianyag van, amit etetnek velünk, ami viszont nem, hogy növelni az ellenálló képességünket, hanem gyöngíti. Most itt viszont, hogyha ezt naponta az egy teáskanálnyi szőlőmag mikroörleményt és egy teáskanálnyi olajat összekeverve egy kis kefirrel vagy bármivel, lényeg az, hogy valamivel még legyen összekeverve, akkor biztos vagyok benne, hogy hosszú távon az egészség az meg lesz oldva. Az innováció felkeltette a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség érdeklődését is, ugyanis beleillik az Eye for Food projektjükbe. A programnak az a célja, hogy a lehető legjobb gyakorlatokat összegyűjtsük. Ugye ez az egész Dél-Dunántúli régiónak érdekes, mert ugye be kell látnunk azt, hogy itt pláne, hogyha munkahelyet akarunk teremteni, akkor az agrárgazdaságra kell építenünk, és az arra épülő élelmiszeriparra, hogy minél magasabb
értéket tudjunk előállítani. A gerepincészet azért példaértékű, mert ők a boron kívül az addigi melléktermékekből is nagyon értékes termékeket állítanak elő, amik eladhatók a piacon, ráadásul nagyon hasznosak, tehát ennek a projektnek tipikus többszörös hatása van, és azt hiszem, hogy mindenkinek nagyon jó példát mutatnak ezzel a projekttel. Ez van ugye itt Villányban. A magának az egész uniós projektnek pedig az a célja, hogy az a hat partner, ahogy itt ugye az előadásban is elhangzott, az unió legtávolabbi sarkaiból, Spanyolországtól Romániáig, egymásnak is átadják ezeket az ötleteket, gyakorlatokat. Nyilván van, ami nekünk csak érdekesség, mert mondjuk dél-spanyolországi gyümölcsöt nem tudunk termelni, de maga a gondolkodás, az, hogy ezt hogyan építjük be a termelésbe, hogy hogyan adunk egy hozzáadott értéket, hogyan lehet kézi munkával akár, vagy szellemi munkával egy melléktermékből, mint itt a gerepincészetben egy értékes terméket előállítani. Ennek a gyakorlatát próbáljuk ebben a programban átadni egymásnak. A gerepincészet a jövőben tovább próbálja csiszolni az eljárást, ezáltal egy szélesebb vertikumot próbálnak megcélozni majd vele. Műsorunk végén megköszönöm figyelmüket, további jó tévézést kívánok, viszontlátásra!